a Mária Terézia kezétől származó Szent Jobb erekjét restaurálja a Nemzeti Könyvtár. Akkor igazán érték az érték, ha elérhető, ha inspirál. Ahhoz, hogy a jövőbe tudjunk nézni, és jövőt tudjunk építeni, szükséges, hogy visszatekintsünk a gyökerekre. És tudatosítanunk kell magunkban azt, hogy ezek a gyökerek nagyon gazdagon táplálták évszázadokon keresztül a Nagyváradi Egyházmegyét és egész népünket, sőt mondhatom ezt a mi világunkat. Tavaly őszi turnénk után újabb örömteli és eredményekben gazdag napot töltöttünk Nagyváradon, ahol Böcskei püspök úrral együttműködési megállapodást írtunk alá. Ez a szerződés azt célozza, hogy a nagyváradi vonatkozású, illetve a püspökség számára értékes, különleges dokumentumokat digitalizálja az Országos Széchenyi Könyvtár, és ezeket a digitalizált dokumentumokat mindenki számára ingyenesen hozzáférhetővé is tegyük a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén. Megteremtettük ugye azt a teret, azt a környezetet, amelyben ezek az értékek elérhetőek. Ne csak egy rácsodálkozás legyen a mai emberben, hanem ugye egy keresés is, én ezt így szoktam mondani, hogy szeretnénk az embereket elvezetni oda, hogy keressék azt, hogy miben tud motiválni, és miben tud bennünket bátorítani, erősíteni abban, hogy tovább lépjünk, hogy gazdagítsuk, gyarapítsuk ezeket az értékeket. Hiszen akkor igazán érték az érték, ha a kezekben van, ha elérhető, ha inspirál, ha új ötleteket szül bennünk. A szerződés másik nagyon fontos pontja pedig az, hogy a Mária Terézia kezétől származó Szent Jobb erekjét restaurálja a Nemzeti Könyvtár. Ennek érdekében szakembereink a nap folyamán megvizsgálják az erekjét, és ezután születik meg majd arról a döntés, hogy hogyan tudjuk ezt a lehető legjobb, igazán méltó állapotba hozni. Felelősséget érzünk a ránk hagyott örökségért, de ezt próbáljuk úgy, olyan formában elérhetővé tegyen, hogy minden ember tudja, és itt gondolok én a magyarokra, az ide látogató más nemzetiségűekre, mindenkire, igen, egy üzenet menjen, egy üzenetet tudjunk közvetíteni, és ez vigyen egy kicsit tovább. Akik ide eljönnek és látogatnak, és rácsodálkoznak a dolgokra, hogy ők is ugye ráébredjenek, hogy mindenkiben ott van a képesség és a készség arra, hogy valami jót tegyek az én közösségemért, az én családomért, az én népemért, és akkor így beszélhetünk további fejlődésről és kibontakozásról. Reméljük, hogy nem sokára ismét itt lehetünk Nagyváradon.